No hát, sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Hát kaptam egy nagyon érdekes kérdést, hogy hogyan lehet elforgatni a megjelenítés Linux rendszer alatt, ha valaki elfordítja a monitort. Na most az első és legfontosabb, hogy eleve a kernelt úgy kell fordítani, hogy a framebuffer device-hoz legyen ehhez támogatás. Nyilván erről majd csinálok egy kis bejegyzést, és akkor ott megosztom, hogy hol lehet ezt megtenni, illetve telepítettem egy standard Devuant, egy 64-bites alaprendszert, ebben semmi nincs benne, csak az alapdevuant, illetve egy alapszorg. Úgyhogy szépen megnézzük lépésről lépésre, hogy én mit ajánlok. Hát látszik, hogy ugye van egy alapkonzolos belépésünk, rútként fogok belépni, és hát nincsen most semmilyen Light DM, meg ilyen SDDM, hanem teljesen alaprendszer. Lépjünk is be. Root, titkos root jelszó. Ugye megmutatom, van egy start -el elinduló szorgom, és egy midnight commanderem. Ezekkel fogunk majd dolgozgatni egy kicsit, és hát exit kilépek. Na most, az első hogy amikor szeretnénk megváltoztatni a konzol irányát, hogy logfájlokat tudjunk például kényelmesen olvasgatni, akkor van egy ilyenünk, hogy RTC per default per group, Erről is majd fogok azért készíteni nyilván egy kis leírást, hogy hol itt érdemes átírni. És van egy ilyenünk, érdekes, most pontott a kurzol. Ez nekünk nagyon jó, jön. Ugye látjuk itt a különféle bejegyzéseket, amiket át lehet írogatni. És van egy ilyenünk, hogy group command line linux. Ide beírjuk azt, hogy fbcon egyenlő rotate. Rotate 1. De erről majd nyilván lesz egy bejegyzés, amit mindenki el tud olvasni, illetve Ctrl-C, Ctrl-V-vel akár ki is tudja másolni. Annyi, hogy ez egy MBR típusú hagyományos telepítés, és nem f is f is Uf is dolgokhoz szintén le fogom írni az opciót, hogy mit kell beírni. Kilépek, és azt kérdezi, hogy mentem-e a fájt. Igen, elmentem. Most pedig csináljunk egy... Hoppá, Soha ne felejtsük, ne felejtsük el, úgy, ahogy én az előbb majdnem elfelejtettem, hogyha változtatjuk a grubot, akkor menjen egy update grub. Majdnem elmaradtunk. Most siet a rebuk. Nagyon fogunk csodálkozni, hogy nem történt semmi. Jó, elindul az alaprendszerünk és látjuk, hogy annak rendje módja szerint szépen elfordul a megjelenítés, ebben az esetben a monitorunk nincs megfordítva, tehát kénytelenek vagyunk ezt most elviselni. Jó, és akkor visszajövök, és visszatörlöm ezt a Group Command Line Linux opciót egészen idáig escape, mentés, és ne felejtsük el ilyenkor újra update a grubot. Jó, újraindítjuk a rendszert. Papparararam. Pá rá és indul a rendszerünk. Elvileg immáron a hagyományosan megszokott viszintes módban. A következő két dolog, amit meg fogok mutatni, Ebből az egyik már ismerős lehet, én készítettem leírást arról, hogy x randert szoktam használni, ez most sem változik, a legegyszerűbb dolog, dolog a világon. Indítok egy start x et és beírom, hogy x -Render. Ugye látjuk, hogy szépen hozzá is az opciókat, és a végé egyen csatlakozva vagyunk. Hogyha azt írjuk be, hogy minusz o, azaz orientation left, mondjuk, akkor egyszerűen az X-Render megfordítja a monitort. Na most valamiért a, vi a virtualbox ez a verziója nálam megszokott ebben a helyzetben fagyni, de ha beírom, hogy Exit, akkor kilép a parancsorba. De látjuk, hogy ha a legközelebb indítom az X-et, akkor marad megint viszintes módban, tehát nem permanens a dolog. Viszont x minus O opció, ez mindenki tudja használni, baromi egyszerű és mindig jól jön. Viszont, hogyha permanensé akarjuk tenni ezt a dolgot, akkor szükségünk lenne egy konfig fájlra. Na most itt írja nekünk, hogy az USR per SARE per X11-ben van állítólag config fájl. Hát nem tudom, mindjárt megnézzük. MC edit per USR per share per X11. Ugye itt az üzenetek között tudjuk olvasni, hogy elindult. És hát látjuk, hogy nincs igazán meggyőző szorg confunk, ezért én inkább azt javaslom, hogy indítsunk egy x minusz figurét. Jó, ezekről majd fogok nyilván készíteni egy kis leírás, meg lesz mindenkinek. Jó, és látjuk, hogy elvileg ide a könyvtárunkba most létrehozott egy szorg confot. Hoppá, <kül> elnézést. Azt mondja, hogy CP szorg, átmásoljuk a per ltc per x11, szorg, pont állományba. És most MC edit pedig beleszerkeztünk. Ez azért fontos, hogy mégiscsak legyen egy alapkonfigálimányunk, amit tudunk mókolni. Szükség van rá, hogyha át akarunk írni dolgokat, és keressük ki itt a monitor, monitor section-t. Jó, itt kell legyen egy olyan, hogy monitor valahol. Megvan. Itt van. És ide én az identifier alá be fogom írni azt, hogy option. Rotate és a következő opció az lehet a right, left, vagy akármi más, majd ezt is meg fogom osztani, mentés, kilépünk és nyomunk egy start X-et. Gyönyörű. És már is láthatjuk, hát most nem bírok belekattintani, úgy látom. Aha, ott a kurzor, megvan, jó, tehát láthatjuk, hogy Imáron elfordult a megjelenítésünk. Hát ennyi lett volna a nagy tudomány. Nyilván, hogyha nem akarjuk, akkor meg visszaírjuk a konfig fájlt. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, sziasztok!